arra kérek mindenkit, hogy a másfél méteres távolságot tartja be. A helyi polgárőr hívja fel a figyelmet a maszk használatára és a megfelelő távolságtartásra Pakson a segítők házánál, ahol már jóval az ételosztás előtt nagy számban gyülekeztek a rászorulók. Valamivel több mint 4000 forint értékben osztják ki azt a körülbelül 80 csomagot, melyek tartós élelmiszert tartalmaznak. Konzerv, befőtt, citromlé, májkrém, krumpli és még sok minden más került a táskákba. Összesen mintegy 500 000 forint értékben. Többnyire munkahelyen nem rendelkezőket, nehéz körülmények között kis jövedelemből élőket vártak. Megkerestek olyanok, el se akartam hinni, akik 500 forintos órabérbe dolgoznak üzletekbe. És nem is dolgozhatnak egy hónapot, csak 15 napot, hazavisz 40-50 ezer forintot a családnak, miből él meg, mire mindent kifizet 3-4 gyerek mellett. A polgárőrség jelenléte a szigorú biztonsági előírásokat felügyelte. Betartják a másfél méteres távolságot, a maszk, hogy fent legyen rajtuk, és a rendbontás véget, mert ilyenkor eléggé tolakodnak, vagy zavargások is előfordulhatnak. Tehát a múlt esetben, ami volt egy-két-három hete, akkor nagyon szépen lezajlott minden. A paksi hajléktalan szálló lakóinak is állítottak össze a segítők házában külön csomagokat, figyelembe véve, hogy ott nincs főzési lehetőség.